Hellosztok! Sziasztok! Köszöntünk szépen mindenkit újra egy új sorozatban, egy új játékkal, ami pedig nem más lesz, mint a Stardew Valley multiplayerben Andival. Nagyon régóta nézegetjük már ezt a játékot, én már talán hónapok óta mondogatom, hogy ki kéne próbálni, úgyhogy végre itt vagyunk. Végre itt vagyunk, és hát nem tudom, mennyire ismeritek a játékot. Történet szerint a nagyapánktól kaptunk egy tanyát? Várjál, közös nagyapánk van. Igen, úgy látszik, hogy van egy közös nagyapánk. Én nem tudom, te is ugyanazt a sztorit láttad? Nekem szerencsére nem volt sztori, úgyhogy szerintem én csak így ide kerültem a farmodra. Egyébként is, ahogy látom, nekem sokkal kisebb ház jutott, mint neked. Jó lesz majd istállónak. Istállónak, igen, beköltöztetjük a lovakat. Szóval alapvetőleg ez egy ilyen igazi countryside RPG, ahol az ember egy farmot művelhet, ahol lesznek majd később ilyen harcolások, bemutatkozhatunk a városiaknak, és kereskedhetünk az itt megtermelt dolgokból, elég nagy a térkép, és jelenleg itt vagyunk a Mick Farmon, szuper. Mick Farm. Mick. Ön aranyos neve lesz, igen, és itt van az egész város, amit majd szépen fel kell derítenem. Nekünk még teljesen új a játék, szóval nagyon-nagyon régóta nézegetjük. Itt az idő, hogy most felfedezzük így közösen multi formájában. Egyébként már eleinte is, nem is tudom, mikor jött ki ez a játék. És pont rám esett. Szóval szerintem több mint egy éve már kim van, nem a játék, csak egy csomó ideig nem volt multiba. És igen. És én azt vártam nagyon, mert amúgy az nagyon kell neki. Sokkal gyorsabban fogunk így haladni. Hát viszont az energiám az vészesen fogy. Mennyi energiád van? Nekem még nagyon sok. Én nem, mert nekem ilyen puhány karakterem van. Nem, amúgy sokkal többet gazoltam, mint te, megint én dolgozok. Jó, bocsánat. Még egy picit az alaptörténetről akartam beszélni itt az elején. Tényleg, kaptam egy ilyen ajándékot bent a házunkban, azt még egyrészt meg se néztük. Másrészt pedig, hogy nem kéne kinyitni. Hát, ha van benne valami újdonság, nem? Remélem egy kutya van benne. Te is kaptál ajándékot? Igen, kérdezte a játék a legelején, hogy mi a kedvenc dolgom, és beírtam, hogy kutya, úgyhogy remélem kutya lesz. És te se tudsz bemenni? Oké, sikerült. Én a sushit írtam kedvenc dolognak, de egyébként magot kaptam belőle. Kaptam ültetnivalót, úgyhogy kezdődött a veteményes. És a polgármester Louis-tól kaptuk ezeket a magokat, hogy ültessük el. Milyen jó fej. Igen, egyébként... Közmunkára ítéltek minket. Én nem tudom. Elvileg ugye sztori szerint ezt az üzenetet, amit kaptunk a nagyfatertől, ezt akkor kell kibontani, amikor majd megunjuk az addigi munkánkat, ami pedig egy ilyen igazi, unalmas számítógép előtt lévő videózgatás volt. Nem igazából. Ilyen irodai munka. És elhatároztuk így, hogy kinyitjuk a nagypapa hagyatékát, és leköltözünk ide a farmra. És ebben a házban, ahonnan én most kijöttem, itt pont a, nem tudom miért, de a polgármester jött ki az elején. Beköltözött ide? Hát lehet, hogy ő lakott itt. Én amúgy nem vágom, ezt miért csináljam. El tudom neked ezt ültetni? Ja, hogy magam alá teszi. Aha. Tehát úgy tűnik, hogy itt a polgármester egy kicsit ilyen hobószerűség lehet. Aki simán beköltözik a házadba, hogyha nem figyelsz egy ideig. Remélem a későbbiekben majd kapunk nagyobb locsoló cuccot is. Á, nem, ez jár. Vigyázz, már locsolásra nagyon sok energiát veszítesz. Ops. És erre oda pisíltem ugye mellé. Bence, várjál. Szeretnék én is vizelni egy kicsit. Na, mutasd. Ügyesen ügyes csináltam. Volt. Nagyon jó volt. Köszönöm, lehet... várjál. De most nem. Ugye nem akarod túlöntözni ezt az egy kis növényt. Engem akarsz lepisilni, mint de hogy közben meg a növények. Téged akarlak levizelni. Ne, igen. Hagyjál. Lebuktam. Ezt a nagyfát, ezt nem tudjuk még kivágni, ugye? Nem, ja. Ahhoz erősebb eszköz kell szerintem. Egyébként okay. Én egy nagyon picit játszottam a játékkal, még PlayStation-on, úgyhogy... Valamennyi fogalmam van róla. Azt például tudom, hogy itt van egy ilyen journal, a felkiáltójel, aminél láthatod a questeket. Ja, erre tényleg. Aha, és effel lehet menni. Getting started, cultivate and harvest a parsnip. Tehát el kéne ültetnünk ezt a retket. Ugye retek a parsnip, nem? Hát valami retekféle. Retekféleséget, és aztán meg kell növeszteni. És meg gondolom el is kéne annunk. Második pedig az, hogy találkozunk kéne a városiakkal. Egyelőre kettővel találkoztunk, az egyik, aki bemutatott minket, a Robin nevezetű lány, a másik pedig ugye ez a hobó volt, aki beköltözött a házból, és kiderült a polgármester. Úgy hívják, hogy Vörösbegy. Vörösbegy, igen. Hát igen. Majd meg is látod, hogy miért igencsak megérdemelte a nevét. Bence! Jó van, na, bocsánat. Vörösbegyekkel is összejössz. Hát ő volt az első, aki fogadott engem, Robin. Igen, hát a Robin magyar megfelelője a Vörösbegy, nem?
Igen. És amúgy a Robin Hoodnak miért nem bunyolódott senki ezzel a nevével? Várjál, a Robin Hood, akkor az a vörösbegyes pulcs is. Az, nem tudom. Na jó, nekem aludnom kell, sajnálom, jó éjszakát. De a helyzet az, hogy ahhoz nekünk is aludni kell. Jó, igazából nekem is tudom kevés az energiám. És nézd, most külön házban alszunk, hogy kijöttél rögtön? Én még meg sem néztem a te házadat, csak meg megkukkantam. Amúgy mi ez a mozgó gumicukor? Tök ugyanolyan a házad, mint nekem belülről, csak kívülről néz ki, hogy szarul. Be is fekszek az ágyékodban. Yes! Akarok aludni. Jó, meg kell válni a másikat is. Te le ne pukizd az ágyamat. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy? Na jó. Jó reggelt. Lehet összejövök mégiscsak azzal a Robinnal. Újabb csodálatos napra ébredtünk. Én amúgy, most miután ezeket meglocsoltuk, lehet, hogy bemennék a városba. És mit akarsz ott csinálni, ha? Hát megismerkedni a helybeliekkel. Aha, megismerkedni a helybeliekkel. Nézd csak, 28 ember még vár ránk, hogy beszéljünk vele. Én a horgásszal szeretnék beszélni. Ó, yeah. Ne, ebben a játékban is lehet horgászni? Igen. Ó, akkor téged elveszítettelek. Andi, mint a Terráriában is, mindenhol, ahol van olyan, hogy horgászási lehetőség, ott a végtelenségig el tud lenni. Igen, főleg, hogyha achievement is tartozik hozzá. És mi a Steamen vagyunk, valószínűleg fog. Na, megnézzük-e azt a várost? Menjünk jó, akkor a faluba. Érkezett egy új e-mailem. Akkor nem. Vagyis e-mail itt a tanyán. Ó, nézd csak, pont a horgász ír nekünk, egy Willy nevezetű ember. Most érkezett vissza a horgászos utazásáról, és örülne, hogyha meglátogatnánk őt a tengerparton. Jó, menjünk. Szeretném megismerni ezt a Willit. Ne már! Jó, akkor meg a Robint. Van egy új levél is. Figyelj, megeszem. És elzöldülök. Úristen! Mint egy kis ogra, egy pillanatra. De ne edd meg, ezek értékes fiola magok, ezeket mind el lehet adni. Ez csak famag. Ja, famag? Hát, na jó. Na nézzük azt a falut akkor. Hát innen jöttünk, erre volt a busz állomás. Kicsit én már a feljem faluban ébredtem, vagy a házikóban ébredtem, úgyhogy nekem ez most kimaradt. Én még úgy jöttem, és nézd már, nekem van egy kis cutscene. Neked is vajon? Hát téged látlak, hogy oda mész az öreghez, igen. Ez a Louis. Hello! Te voltál, aki beköltözött a házamba. Nagyon jó, igen. Mit szeretnél nekem mondani? Ez lesz a következő házikó, amiben betanyázol, vagy mi? Igen. Nagyon szomorú a látvány miatt, hogy ez így le van romosodva. Pelikán város? Ez a Pelikán városnak a community center-e. Vagyis hát, ami marad belőlem. Igen, régen ez nagyon mozgalmas volt, tele volt mindenféle dologgal, de mostanra már semmi nem maradt belőle. Mai napjainkban az emberek inkább beülnek a tévé elé, ahelyett, hogy egymással találkoznának. Ja, ez a Jójak, hogyan Joya? Joya? Hogy mondják ki ezt? Erre mond Joya. Szóval van ez ilyen Joya nevezetű vállalat, aki ezekért a területekért vadászik folyamatosan, és ugye egy nagy raktárépületté akarják ezt az egészet alakítani. Ilyen nagy vállalkozás, nagy cégek, és hogy ezt akarják megvenni tőle is. És hogy igaz, a Pelican Townnak jól jönne ez a kis pénz, amit ajánlanak érte, de talán azért, mert ő az idősebbek közé tartozik, úgy gondolja, hogy fontosak neki ezek a relikviák, amik itt maradtak, és ezért nem akarja eladni. Mindenesetre nézzük meg, mi van a belsején. Hát én csak téged látlak továbbra is, de remélhetőleg majd én is megyek. Hú, hát ez tényleg nem túl szép annyira belülről. Gondolj, belé itt is még jó kis farmot lehetne építeni. Vincent and Jess nevezetű ember valószínűleg itt játszhattak nemrég. Hát jó erőszakosan játszhattak. Jó szétcsesztek, igen, az egész házat. Ez a hely sokkal jobban lepusztult, mint amire emlékeztem. Az ott micsoda? Egy integető alma. Nézd már, tényleg. Hát... Mi volt ez? Ez a májhús alma? Átmenjünk valamilyen ilyen spooky dologba itt hamarosan? Horror játék lesz. Igen. Jaj, mi a problémád? Beteg vagy? Valószínűleg ő nem látta, amit mi láttunk. Hát ott volt egy integető alma. Igen. Mi a fene? Láttál valamit? Nem lennék meglepődve. Ez a terület, vagy ez a hely tele van patkányokkal. Nem egész. Ott is van! Ott van mögötted! Nézd meg! És eltűnt. Tverkelő alma. A tverkelő, integető alma, hát itt megbolondult ez a játék. Aggasztasz engem, Bence. Milyen segge van, figyeld az öregnek. Nekem pont kitakarja a szöveg. Pedig nagyon-nagyon jó.
Hát de most elindult hazafelé, azt a mindenségét, hogy meg hogy kidolgozták. Mindenesetre mostantól kezdve nyitva tartom ezt a házat, hogyha esetleg van egy kis időd, elfoghatnád ezt a batkányt. Hát köszönjük szépen. Erre vágyunk? Mi annyi dolgunk van a farmon, nem hiszem el, hogy pont az ő patkányaival kéne ellenünk. Patkánypélgetéssel szeretnék foglalkozni. Most már a horgászás nem is hangzik annyira izgalmas. Na megérkeztem. Na, ki ez a pögyös? Ott van egy helybeli. Végre egy új emberrel találkozhatunk. Hello! Nem, Bence, nem. Miért nem? Egy kislány. Jaj, meglocsoltam vele. Nem akarom. Hogyan lehet átváltani? Marunak hívják. De nem tudok vele beszélni. Hogyan kell vele beszélni? Jó. Ah, itt van. Maru! Hello! Most költöztetek be? Én vagyok Maru. Örülnék, hogyha majd a későbbiekben is találkoznak. Nézd meg, itt is egy csomó ember. Ez milyen emós külsejű már? Sebastian. Látom, hogy most költöztetek be? Király! Merre vagy? Hazamehetnénk gyorsan aludni egyet, és aztán folytathatnánk innen, nem? Jó. Az öreg nagyon elvezetett minket. Az öreg bevitt a susnyásba. Nézd meg, ne esteledik, és most... És nem tudunk hazajutni. Jaj, ne ez a játszótér! Nem bírom! Haza szeretnék jönni! Bence, itt egy pad! Elalszunk itt? Ott is van egy pad! De ez nem itt nem nagyon szar, menjünk haza! Megint esik! Legalább ma nem kell megöntözni! Új, itt egy veréb galamb! Úristen, és milyen gonosz feje van! De hogy lehet ilyen eső most így hirtelen? Nézd meg, itt van egy kérdője. Hát tavasszon, olyankor sokat esik az eső. És amúgy az emberek ilyenkor kín vannak valahol? Hatodik nap van, szombat. Holnap és... lesz Louisnak a szülinapja. Nézd, mert tényleg, ezt meg kéne ünnepelni valahogy, nem? Ezt megünneplik valahogy szerinted? Egg Fesztivál. Vigyünk neki egy tojás, hogyha lesz Egg Fesztivál. De az 13-án van, hát hol van még az? Jó, menjünk be a kórházba. Ez itt micsoda? Locked. 9-től 3-ig van nyitva. Hát ez semmi nyitva tartási idő. Én azt hittem falun az emberek kor. Hamar kelnek. Legalább 4-5-kor. Aztán tessék, 9-ig alszanak. De ott van egy ember. Biztos van ebédszünet is. Na persze. Shane! Egyedül szeretne lenni, és kikérte magának, hogy megzavartam. Milyen jó arc, nem? Ezek nem jó fejek. Már itt vagyunk benne a városban, és látod, megint ez ilyen tahók az emberek. Jó helyen van, hogy ez a temető is. Nyilván itt mindennek a közepén. Na, hun van az a horgász? Itt elemegyünk? Megyünk a horgászhoz, igen. Honnan tudod, hogy erre van a horgász? És tényleg itt van! Ezt honnan tudtad? Megnéztem a térképet. Egy újabb cutscene. Kicsit be van állva, nem? Hello, bele ne essen a vízbe. Willy! Ahoy there, son! Úgy hallottam, hogy egy újonnan érkező ember vagy ide a városban. Örülök, hogy végre találkozhattunk. Hogy ezek ilyen sokat tudnak rólunk? Valószínűleg annyira ritkásra jönnek ide. De elég fura. Továbbra is próbálom kiheverni az egy hónapon keresztül való hajózásomat a sós tengereken. Összegyűjtöttem végre annyi pénzt, hogy vegyek magamnak egy új botot. És ezért hívtál itt, hogy eldicsekedjen? Ez velem, egy szép történet. De tényleg amúgy. Odaadja a régi horgászbotját. Ó, akkor viszont jó fej. Köszönöm szépen. De jó, tényleg. Ilyen esőbe jöttünk ki horgászni amúgy? Ilyenkor a legjobb a kapás? Vagy? Ilyenkor jó a kapás, igen. Ó, és még a shopjád is egy kicsit promózta nekik, hogy egyébként, hogyha szeretnénk vásárolni valamit, akkor nyugodtan nézzünk be hozzá. Tudunk venni egy pár supply-t. És ami bűzlik, az eladható. Szuper, örülök neki. Na, hogyan kell horgászni? Így? Bedobom, aztán jól van? Hát gondolom, igen. Ez mi volt? Kurugló! Nem tudom, mivel lehet berántani. Ezt én is hallottam, de ez mit akart jelenteni? Szerintem kapást. Szeretnék halat fogni! Jó, figyelj, rájövünk és meggazdagszunk a halakból. Igaz, mi is a legjobb időt választottuk ki az esőben. C-vel? Hit! Aha, C-b. És ott kell tartanom, ahol a hal van, ugye? Igen. Ez nem is annyira egyszerű. Mert folyamatosan arra megy az idióta fish. De legalább jó. Kifogtad, szép volt, mindjárt én is fogok egyet. És megvan, kihúztam. Egy szardinia. De jó nekem. Vajon ez mennyit ér? Tiéd csak egy incses. Lenyém 5 incses. Bakker. 5-ször nagyobb halat fogtam. Nézd csak meg, milyen hosszú halat fogtam. Bence, és neked mekkora van? Ezt szépen kifogtad, te is egy szardinát, igaz, csak 3 incses most. De még ebben is nagyon mint az enyém! Miért? Hogy csinálod te ezt a horgászás témát, ezt te nagyon megtaláltad magadnak. Mitől függ, hogy jó messzire kell bedobni, vagy gondolom itt is lehet skilleket fejleszteni, horgász skill, meg mit tudom én. Igen, igen. Én figyelj, mindjárt húzom a következőt. Csak az a baj, hogy pattogott a végén. Megint? Most egy 2 incses halacskát? Na jó, hagyjuk ezt a horgászást, nem érdekel. Én ebben nem érzem szerencsést. Jaj,
Téged ki tudlak horgászni? Na jó. Nem, de majdnem meg tudtalak veled csapni. Hagyjál békén? Nézd, Bence, van egy szép nagy halacskám. Nem érdekel a halacskát. Átköltözöl a másik kabinba, és ott is maradsz. Hagyjál a hallal! Viszem! Ne hagyjad! Nekem csak ez a kis szartédia marad! Ne hagyjad! Tiéd van majd csillag? Nem, nincs csillag, de nem is érdekelnék többi a halait. Hát is váltok valami másra. Én nekem jó itt a farmak. Most nem kellett meglocsolni, mert hogy esett az eső? Igen. De jó. Elültettem a halat. De jó nekünk. Remélem majd szép nagy halfa nő ki belőle. Jaj, nem akarom. Meg tudom enni. Meg ne edd. Attól tényleg hájni fogsz. Így nyersen biztos nem. Oké. Plusz 13 energia. De nyersen a halad? Hát miért, sushi? Milyen gyomrod van neked? Ez nem lazac volt? Na jó van. Szardinia. Mit fogunk adni az öregnek? Holnap van a szülinapja. Nem tudom. Várj, kraftolni kéne egy ládát. Kraftoljak egyet? Igen, ezt megköszönném. Ott van. Köszi. De miért nem? Ez ilyen pici ládát kraftoltál? Ebben mit fogunk beletenni? Egy darab kavics nem fél bele. Várjál, nem helyeztem le. Az ekkora! Ha bezzeg a kezedben meg ilyen hatalmas nagy. Tedd már le, mert már lassan olyan sötét van, jönnek a farkasok. Azaz, nem. Én ezeket beleteszem. Nem tudok belenézni. És szerintem aludjunk egyet mára, mert az energia is elfogyott, meg a nap is lement, meg még ráadásul a villagerekkel se jöttünk ki annyira jól. Szerintem jó arcok voltak. Nagyon jó volt, különösen Sebastian volt a kedvencem. Szóval egyelőre erre a részre köszönjük szépen a figyelmet, reméljük tetszett, hogyha szeretnétek belőle akár egy hosszabb sorozatot látni, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot a részre, és csekkoljátok Andi csatornáját is, ott lesz a leírásban, meg rögzített kommentbe is, úgyhogy találkozunk majd a következő epizódban, addig is pedig minden jót, és sziasztok! Sziasztok!